Október közepén került a helyére az Alsónyéket Bátaszékkel összekötő bicikliút két 11 tonnás, több mint 14 méteres hídeleme. A kerékpár utat pedig hivatalosan december közepén adták át, a fejlesztés 277 millió forint topforrásból valósult meg. Nem lehet kifejezni Isten igazából egy olyan településen, ahol 100 és 150 ezer forint között van az éves működtetéshez a költségvetés, tehát nem 370 millió forint, 50-60 millió forintos beruházás is nálunk egy hatalmas nagy dolog. Nem véletlenül övezte az építkezést ekkora érdeklődés. A helyiek régóta vártak már arra, hogy Alsónyék és Bátaszék között megépüljön ez a bicikliút. Tényleg a Bátaszék és Alsónyék helyzete is speciális. Évtizedek óta így van. Öregjeink, szüleink is. Hát tehát kapcsolódunk. És említettem az előbb, hogy tehát úgy tűnik, mintha megduplázott volna a nyék lakossága, ugyan nem, de valóban minimum duplája vagy triplája itt most közlekedők száma. Az iskolánk Bátaszéken van, és ez már így volt a háború előtt is, tehát volt egy alsó tagozat 82-ig, és azóta minden Bátaszéken van. Egyedül az óvoda, ami helyben van. De ezt mondjuk ki is használjuk, és ez nagyon jó dolog, itt a kollégák mindig mondogatják, hogy nem kihasznált az óviuk, hát ha valahol kihasznált az óvoda, akkor nálunk igen. Amikor júliusban letettük ennek a beruházásnak az alapkövét és megkezdődött a tényleges építkezés, akkor is hangsúlyoztuk, hogy a két település nagyon-nagyon sok szálon kötődik össze, szinte már össze is nőtt, és ennek egy újabb állomása, hogy ez a kerékpárút ma átadásra került. Ez egyfajta biztonságos közlekedés is ad a település lakók számára, ahhoz, hogy a két települést meg tudják közelíteni. Munkába járáshoz jó feltételeket fog biztosítani, iskolába járáshoz megfelelő feltételeket fog biztosítani. Sőt, én úgy gondolom, hogy egyéb sportolási célra is ki fogják használni majd a települések lakói, hiszen itt biztonságosan lehet akár kocogni is több kilométeren keresztül. Fontos, hogy minél több ilyen kerékpárút valósuljon meg. Mi azon fogunk dolgozni az elkövetkező időszakban, hogy Bátaszék területén is a főutcát próbáljuk közlekedési és kerékpáros közlekedési szempontból is biztonságosá tenni. Bízunk benne, hogy a következő évben abból a forrásban, amit a kormány kerékpárutak építésére szán, talán mi is hozzájutunk, és a belső szakasz is meg tudjuk majd valósítani. A topforrások elosztásáért felelős Tolna Megyei Önkormányzat elnöke a bicikliút átadón azt mondta, a Tolna megyébe érkező 27,5 milliárd forintnyi fejlesztési forrás több mint 90%-ára pályáztak a települések, így hamarosan újabb beruházásokat adnak majd át. Lefettük nagyjából ezeket az összegeket, még lesz egy vagy két forduló a topforrások elköltésében. Ezt a kormányzat irányítja az előzetes módhoz hasonlóan, ami azt jelenti, hogy még némi fejlesztés várható. A megépült bicikliút az Alsónyéki vasútállomástól a Bátaszéki Molkútig tart.